Na, srácok, szóval az van, hogy egy óra 17 percet perce már játszok itt, és van egy pont, mint kétszer történt eddig, hogy így akad egyet a játék, az OBS fekete képet basz, megfogy az OBS képe, felvétel megy tovább, lelövöm a felvételt, és nem tudom lőni, nem tudom állítani a felvételt konkrétan, most nem tudom mi ez a baszakodás, de nagyon ideges vagyok, és így el sem menti a fájt, hogyha kilépek az OBS-ből. Úgyhogy, csak úgy akkor remélem, hogy nem fog ilyet csinálni. Hajóutat akartunk volna ugye 6-tól intézni. Hát most 17 óra 56 van már, úgyhogy így most pedig pont benne lettünk van az időbe. Ide egy fuvarra jöttünk Emillel, aki szintén nyomott egy restartot, úgyhogy most így várom, hogy jöjjön. Elhoztunk egy embert, illetve két embert pontosabban ide fuvarba, a kaszinótól, illetve pontosabban a kórháztól. 9000 csulintot kiszámláztunk érte, illetve a kaszinósokkal kötöttünk egy együttműködést, miszerint 20% kedvezményt kapunk mi az alkoholos italjaikból, meg a minden ételjükből, mindenből. Ők pedig a mi szolgáltatásainkból kapnak 20% kedvezményt. Ez történt itt egyelőre. Jó, úgyhogy nem tudom, remélem, hogy többet ilyet nem fog csinálni. Én ilyen problémát még életemben nem tapasztaltam az OBS-sel. Nagyon pipa vagyok, sajnálom, hogy ez így indul. El kell menni még az Emil asszonyáért, és akkor utána még el kell mennünk a hajót felvenni. Minden rendben legyen, üzemanyag, kanna, ilyesmi, és onnan még el kell hajóznunk a Delperro mólóhoz, és onnan fogunk indulni. Tehát simán benne van a pakliban, hogy ezzel bukunk ügyfeleket most. Simán benne van, hogy nem fogják megvárni. Azt a mindenit az ott mi volt. Ami a legmurisabb az egészben, hogy nem tudom, hogy ez a felvétel, amit most csinálok, egyáltalán megmarad-e. Jesszusom! Akkor a asszonyért menjünk el, én kiraktam egy hirdetést, hogy csúszunk a hajóúttal egy kicsit. Jó. Hol van az asszony? Irodába. Oké. Okay. Aztán céges lakásokban gondolkozom, már igazgató úr. Céges lakásokban? Nem. Igen. Nem? Nem. Jó, persze. El vagytok ti ott az irodában, nem? Persze, hogy ne, csak majd gondoltam, hogy ha esetleg majd úgy lenne a dolog, akkor lehetne. Mert itt van egy lépés, ez a körszálló alakú épület itt lehetne venni. Aha. Na majd megnézzük. Na ott a recepciós pultban az asszony. Wow. Oké. Okay. Na, intézed a kannát, meg ezeket, és akkor én meg a hajót előrántom. Kicsit leporolom, meg ilyesmi. Persze. Meg lesöpröm, jó? Múltkor valami gyerek összeokálta, de felszámoltam a takarítási díjat neki. Óra, Matyám. Nagyon jó, nagyon jól tetted. Na, akkor sietek a hajóhoz, aztán gyertek majd. Jó, várj, a piák. Hát tényleg. Várjál, bazd, akkor hozom azt. Na, ugye hivatalosan a csomagtartóban van az alkohol. Hogy kell amúgy kinyitni a izét? Hogy nyitja ki van egy ilyen menü, amivel ki lehet nyitni a... Mindegy, most nem fog ezzel szarakodni. Ki lehet nyitni a csomagtartót, és ez tök jól néz ki. De most ezt majd kitalálom. Ugye elnézést, ez a rész ez így indul, srácok, de... Nagyon, nagyon felkúrtam magam. Most és akkor ilyenkor maradj nyugodt, ugye? Maradj nyugodt, sőt le is viszem ezt így a hajóra. És akkor az asszonynak átadjuk majd az alkoholokat, ő fogja majd adni az italokat. És kész, és akkor jók leszünk amúgy, meg most van 6 óra, tehát most kéne indulnunk a mólóról. Tehát még oda még el is kéne húzni, ugye? Na. Azt mondja, hogy... Puty, üzemanyag szint, az 64%-on van. Hát ezt most így megtankoljuk, amennyire tudjuk, mert nem sok KP-n van, 6000 van.
esik össze a pali. Na nézzük, fel tudjuk-e tölteni. Szerintem sikerülni fog. Szabad kérdezni, ilyen út, nem tudom, az mit, mi az az SMS. Jó. Teleraktuk kitűnő. Szerbusz, Móna! Üdvözletem, főnököm, szervusz! Szervusz, szervusz! Feleségem, nem tudom, bemutattam-e már. Persze, hogy be! Hát nyilván emlékszem rá, hát te csináld már. Én nem beszélni, vagy? Nem, csak most nem lehet megismerni téged ezzel a izé hajja. Igen, úgy nézek ki, mint egy kulturált ember, aki dolgozik. Pontosan. Hát na, pattan, szálljátok fel, mert rohanunk, mert nagyon késésben vagyunk. Én egy 55 éves milliómosnak nézek ki ebben a izébe. Na, Móna, figyelj, csak abban számítanánk rá, hogy az alkoholos italokat, illetve az alkoholmentes italokat szolgáld majd fel a vendégeknek, igen, hogyha kérhetlek. És ezt a személyzetnek, igen, is kéne felhozni néha. Hát a személyzetnek nem kell, köszönjük szépen, maximum egy olyan izé, boraborát, az azért egy alkoholmentes ital. Ezt úgy néz ki, hogy ahol meg fogunk majd állni, ott, tehát ahol áll a hajó, ott legyen majd ez a szervíz, jó? Nem menet közben, értem. Igen. Ebben a dobozban vannak a cókmókok, úgyhogy akkor lerakom ezt ide. Jó. Így felvettem onnan. Hopp. Így né. Jó, tehát igazából viszkink van. Igen, látom. Mik van nekünk még? Ez a borabor, az alkoholmentes, van ez a Casino Royale, az valami kevert pia, az ilyen brutál állítólag. Ezek vannak igazából. Úgyhogy... Casino Royale, hány darab van? Négy. Egyedül a boraborában van csak három, mert egyet megittam akkor, már. Akkor mondját, hogy három ember jöhet. Jó, hát attól függ, hányan várnak egyetem még mindig ott ránk, mert akkora csúszás, hogy nem igaz, hogy rohanok is fel a hajóhoz, azt a kormányhoz. Ja, te vezeted. Igen, a dokumentumokat tudod intézni, Emil? Intézzük. Egyébként azt, hogy mondtam a későbbi egyben, hogyha úgy van, akkor azt az asszony is tudná intézni. Ja, persze, hát csak ahhoz ugye hozzá kell hozzáférések, hogy legyen a... Aztán majd tárgyalni szeretnék, jaj. Jézus ereje, igen. Mondjad csak. Semmi, tornázok. Jaj. De föl akarok menni, de... Na. Emil, van nálad kanna, ugye? Nem, nincsen. Ajjajjajjajjaj. Elfelejtettem. Elég lesz ez szerinted, ez üzemanyag? Elég, hogyha nem lopják ki, akkor mondom. Jó, remélem, hogy nem fogják kilopni. Jó, akkor megindulunk. Hát itt a bójákat, azokat megkúpoljuk. Hoppá. Jó. Na, ide jönnek az emberek. Akkor elmondok egy ilyen... Jó napot, üdvözlünk mindenkit! Akkor én mondok pár ilyen biztonsági dolgot, hogyha ez így megoldható. Emil, ne haragudj meg, szóval negyed hova lett? Ő? Aha! Na várjál! Figyelj már! Elnézést, uraim, egy pillanatot kérünk, picit meg vagyunk csúszva tényleg. Így van. Lenne kérdésem gyorsan. Nyugodtan, igen, akkor ezzel válaszolok is. Mennyi idő egy ilyen útom úgy? Hát nézze, egy olyan 30 perc körülbelül. Az csak kettes. 25-30. 10.000 csurint. Jó, akkor az mi rám, én fizetem? Hát az a baj, bankról tudok számlázni, érted? Számlázva lesz. Számláról fogunk számlázni, úgyhogy. Most fizetem én kicsim. Jó. Sajátomért fizetem. Nem kell, fizetem én is. Azt is. Önök írtak egyikide SMS nekem? Én írtam magának. Maga volt, jó. Hát tegeződjünk, tudja mit, tudod mit, az lesz a legegyszerűbb szerintem. Jó. Lesz egyébként... szervíz is a hajón, ahol majd meg fogunk állni, jó, egy ilyen nagyon szép oda a Csalatonhoz fogunk menni egyébként. Hát nem fogunk bemenni a Csalatonhoz, főnök. Hát csak oda arra fele fogunk menni, ott meg fogunk állni egy helyen, és akkor lehet úszni, hogyha akarnak, vagy ilyesmi. Jaj, van. Nagyszerű. És lesz alkoholos és alkoholmentes felszolgálás is. Az alkohol is abban nem kötelező az összeset megvenni. Aha. Mi a kínálat maguknál? Azt az igazgató fogja mindjárt. Nézzék, van whiskynk, van Sex on the Beach koktélunk, van Casino Royale, hát végül is koktél, egy ilyen kevert alkoholos ital. Illetve van egy boraboránk, ami pedig ilyen alkoholmentes ital. Uh-huh. Tessék. Még egy 2-3 ember fölfő. Igen, bocsánat. Persze. Mondom, hogy nem kéne ennyit. Ja, törődj a saját dolgoddal, én nyugodtan. Jó. Nem, csak figyelek az egészségedre. Nagyon rendes tőled. Hány fős a hajó amúgy? Hát amíg ilyen főférnek. Aha, de gondolom van valami biztonság limit, nem? Hát persze, amelyik leesik, az már nem biztonságos. Nem, egyáltalán nem erről van szó, tehát a céges policing az más tír előtt, tehát az a lényeg, hogy nagyjából egy ilyen 5 főt szoktuk maximum elvinni.
Hát most igazából összességében így többen leszünk, mert ugye hatan, ezért most szerintem így nagyjából hárman lesztek ki akkor. Direkt korábban jöttünk ki, hogy felférjünk. Na, jól tetted, persze. Jó, voltunk legutóbb, csak nagyon sokan voltak és mondták, hogy aki volt előbb, mi meg már pont a végé estünk be. Ó, oh. Hát akkor aztán ez most pont jól jött ki. Jézusom, Emil, mi a szart csinálsz? Édesom. Emil, vedd fel a gatyádat, Emil, ó, takard el, könyörgöm. Jézusom, Emil, öltöz fel. Emil, te mi a büdös francot csinálsz? De tényleg. A négy cipőben, meg öltöny felsőben, vagy mi a faszomba? Á? Nem, majd levenni, mert... Öltözzél vissza, vagy kirugatlak most már. Na, várjál. Na. Kell majd tartani. Elnézést kérek a kollégám. Remélem, hogy öltöz szép az illet. Abszolút, abszolút. Hol tudok leülni, úgy? Én is akartam fürdeni. Hát az aztán, az picim. Ide lősz, nem? Hoppa. Arrébb tudna menni. Van itt egy fotel is, vagy kanapé. És lehet ülni, nem? Nem jönnek többen? Nem, most ennyien megyünk, csak így is sokan vagyunk a hajón relatíve. Úgyhogy jó lesz ez így. Nem tudom leülni. Ülj le. Asszony! Mondja! Csináld már a dolgodat, üdvözöljed a vendégeit. Így picim. De már megtetted az üdvözlést. Jaj! Itt hagyunk ám, gyere vissza. Ne várj! Ide itt vagyok. Jaj! Emil! Hoppa. Jól vagy? Átborultam a korlát. Hoppá! Na, ez jól indul! Várja, leülök főnök oda. Rendben, nyugodtan. Mi voltam izéni? Azt is lehet ilyen itt a... Mindenki vigyázzon magára az utolsó. Megindulunk. Aztán majd szolgálom fel frissítőt, hogyha megállunk. Jó, rendben. Lent mindenki jól van? Meg vagyunk persze. Mozdony. Jól van. Mozdony. Nem tesztelt, akkor minden nem válaszol. Na, jó vagy? Ne urlágosan vagyok, már veszélyes. Jó, elvileg az üzemanyagnak jónak kell lennie. Azt szerintem inkább üljetek le. Az igen. Picit meredek útvonal. Nem is megyünk teljesen föl majd. Ja. Mit meghalunk? Erre kajakkal lehetne jönni. Mit meghalunk? De is halunk meg. Várj, tudnak most vezetni. Várj, ez szekény víz, vagy négy víz? Tessék? Ez most szekény víz. Hát ilyen... Szűke. Ne ugolj! Ki? Hova? Mozdonyka, vagy hogy... Mozdony, maradj a seggeden. Maradj a seggeden, belül ülj le a kanapén, seggeden. Atya Szent Mária ég. Simán. Tessék? Simán bet tudsz venni. Atya Szent Mária ég. Hát igen. Tiszta csunggelen vagyunk, mindjárt megnyúdik a piántják és... Nem, a szerelőkészlet, az a szerencse. Nem csak. Igen? Hát persze. Na, ez itt pont. Jó, szerintem idáig jöttünk. Jó? Tehát ez itt leszünk. Emil, le tudod dobni a horgonyt esetleg? Bedob be a vízbe? Aha. Léci. Igen, azon vagyok én is. Mert különben meghívok a biáltanatos és izé. Mikapjuk a 100 000 csurintó számlákat, vagy... Mert? Hát elkötöm, hogy a hajó. Hát csak itt tudjuk szedni. Jó, bedobtam. Aha, az gond. Nem, mi a probléma? Hát semmi, hát sodródunk, mi lenne? Kisodródtunk. Teljesen? Aha. Nem nagyon lett ez a horgony ledobva. Vagy nem tudom, mi van. Nekem nem működik nálam. Aha. Nem tudok olyan erősen dobni, hogy... Leakadj, várja, meglököm a hajót. Jó! Ezeket a hajótokat lehet, hogy el fogjuk engedni, srácok, mert... Valami mindig van vele. Tehát most is le volt engedve a horgony elvileg, de közben még ment a hajó. Én próbáltam finoman, erre kitolt ide, amit nem is értem, hogy tolhatott ki ide engem ennyire a sodrás. Hát, honnan? Hát viszont most legalább nem sodródunk. Valaki hát nem. Na, nézd a jó oldalát. Igen, piánk van. Lehet imádkozni kéne. Megoldjuk. Ja, valakul italokat nyugodtan szolgált fel, Móna. Ja, én is kérek, akkor megyek. Rendben. Hagyják csak, megoldjuk majd valahogy ezt. Elnézést, rá kell gyújtanom, ez a hajó egy kicsit stresszes minden alkalommal. Neked
voltam tösszes amúgy. Na, örülök, örülök, az a lényeg, önöknek nem annyira. Nem olyan jön át a probléma. Olyan pogros ez a bitcoin-tos, hogy úgy tűnik, érted? Igen, 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 igen. Na, megvan az ember. Na, jaj, de jó, szervusz. Nem tudom, csak öröket repüljek. Hello, nagyon jó, nagyon jó, a lényeg az, mindenki megvan akkor. Móna? Móna is megvan? Matan voltunk. Ebben toalettre azt hiszem. Toalettre. Aha, jó. Jó, akkor visszajön a kollega nőnk, és akkor igazából meg is indulunk vissza szerintem a mólóhoz. Gondolkodtál már a pénzen, hogy lesz az meg? Megoldva? Hát nézd, vagy dolgozunk, meg dolgozunk, meg még egy kicsit dolgozunk. Igen, mi a másik lehetőség? Jaj. Nincs másik. Két szápa. Jó vagyok, amúgy. Jó vagyok. Hogyha megálltunk. Valaki kiszállt. Nem tudom, mi történt. Főnök ura? Főnök úr? Ja, Istenem, igazgató úr! Hova tűnt a főnök? Jaj! Főnök úr! Elállj! Jaj! Az meg! Mi történt velem? Jaj! Jaj! Valami jaj! Valami jaj! Ebbe a városba, tegnap én álljultam el! Várj, milyen mentek számba, várj! Be! Jaj! Valaki a főnök úr! Hívjad már a mentőket! Szevasz Zsóti, szia! Hello! Az történt, hogy itt a hajón az igazgató úr nagyon rosszul lett, és nincs magánál! Itt vagyunk a Del Perro Morónál. Bah! Itt a hajón. Nem tudjuk behozni, mert nem tudjuk fölvenni. Uram, atyám, srácok! Ugye alapból fogyott az életem már egy ideje. De... Hát elképzelésem nincs, hogy mitől. Az az egyik. Ugye én elmentem, hát ugye abban a részben, amíg ugye nyilván beszart a felvétel közben, az ment is a kukába, de a lényeg az, hogy ott én elmentem kórházba, és ott nem volt senki. Aztán utána elmentem fuvarére egy másik kórházba, és ott viszont 6 millióan voltak, tehát hogy valószínűleg oda kellett volna menni. De egyszerűen ezek miatt a dolgok miatt, amik történtek, én nem volt időm elmenni orvoshoz, és amúgy ettem, ittam, franc tudja, egyszer csak így rosszul lettem, ez kész. Gondolom én azért mente, de amúgy azt néztem, hogy még egy... Azt mondom, hogy még olyan negyedik volt a szív legutóbb, amikor oda néztem. Tehát ilyen gyorsan nem fogyott eddig. Nézd, tudok forogni. Hadd a lábujjaim azoknak! Mi a szar? Jó napot, hölgyem, semmi probléma, jól vagyok, csak beállt a derekam, viszlát. Ó, még furgonnal. Szervusztok! Szálljál be, igazgató úr! Szállok, szállok. Valaktad az italt, várj egy gyors. Jaj, Emil! Annyira megijesztettél minket, ja. Hogy az hihetetlen. Emil, miért nincs rajtad ruha? Mert kerestünk a vízbe. Ó, vízbe Isten. Kerestünk, igen. Ja, hát egy ilyen búvároztak szerintem, vagy nem tudom mivel hozhattak el, de fú, fogalmam sincs, mi a franc történt, brutál volt. Jó, az viszont bocsánat. Biztos, akkor én annyit akarok mondani, hogy ezeket a hajótakat most egy darabig szerintem jegeljük. Mert, hát akkor szervusz, Emil. Jó, hát... Na mindegy, igen, azt akartam mondani, hogy ilyen eléggé olyan balesetveszélyesek ezek a hajóutak. Hú, nagyon, nagyon szörnyű. Múlt héten is mikor voltam az Emil-el, akkor is majdnem történt valami, akkor fennak adtunk. Ja, ja, igen, ez most nem, csak a gond van vele. Hagyja nekem békén. Na, yes, most soha, de igen, ezt át kell gondolni, hogy ez biztos. Hát ezt na, a hajó, ez igen. Ez volt az egyik. A másik az lenne, akkor a Mónát szeretnénk, szeretném, legalábbis kettőn szeretnénk, hogyha a cégnél hivatalosan is alkalmazva lenne, mert ez így nem igazán túl komfortos nekünk, érted, hogy legyen az összegvel elosztva, hogy ő is dolgozik, én is dolgozok, most akkor én fizessem neki az ő bérét, vagy hogy legyen ez. Ó, persze, értem én. Igen, mert tegnap dolgoztunk együtt, aztán végül is feleztünk. Az ő bérébb. Igen, és én természetesen többet dolgoztam. Igen, hát én azt akartam is mondani, hogy ilyenkor nyugodtan szóljatok, hogyha volt munka, és akkor fizetek én, ugye, mert a darabig ugye ez a írásban nem, tehát nem írásban egyeztünk meg erről, csak szóban, de ugye mondtuk, hogy alkalmi munkavállalóként dolgozik most a Móna, és akkor én ezt, jó, hát nem beszéltük meg, mert kapkodós volt minden szokás szerint, de én úgy gondoltam, hogy akkor szóltok, hogyha dolgoztatok, és akkor megbeszéljük, hogy mennyi legyen a pénz. Hát én azt mindenképpen akarok adni abból. Természetes. Tehát, hogy nem tudom, mondjuk egy 20 000 csurint, az milyen? Mennyit dolgoztál Móna egyébként? Hány órát voltunk? Kivaroztunk, én voltam. Hárba, tehát én adtunk egy 20 000 tegnap. Igen. Aha. Igen. Akkor azt mondjuk, nem tudom, azt odaadhatnál nekem? De hát már mint a Mónának, figyelj. Ugye? Nem, mert én már kifizettem a Mónát.
Hát ha úgy vesszük, igen, adott 20-at, 20 ezret. Ja. A sajátjából. Aha. Jó, Emil, akkor gyere ide, de akkor adok. De nem lehet valami lepapírozni ezt hivatalosan is? Hát figyelj, igazából nem hiszem. Tehát, hogy nem, szerintem fölösleges. Tehát figyelj, kézbe megkapod, az a legjobb, nem? Persze. Most ezt így nem... Egy... Persze, figyelj, ezzel most nem akarok itt izé, most húz meg amúgy, most ezt nem is a cégből adom, hanem így a saját pénzemből, úgyhogy tök mindegy. Jó az úgy. Tessék. Köszönöm, be kell rakni, akkor bankbasszony. Így van. Jó, hát akkor igazából úgy néz ki a dolog, ugye, hogy a cégbe valaki bekerül, akkor ez a próbaidős dolog, ez egy hétig megy, és akkor igen, az 4000 csurintos félóránkénti fizetés, tehát óránként 8000 csurintos fizetés. Igen, hogyha igen, az megfelel, akkor az annak, az, annak tudunk teljes mértékben, igen. Tökéletes, tökéletes. És akkor megpróbálok egy asszisztens munkakört akkor intézni itt az IT-s fiúkkal ezügyben. Jó. Jó, hogy, jó, hogy valami... és akkor én ugye, hogy ne csak sofőr legyek, jó? Igen, az már az a kérelem már be lehet nyújtva, Emil, dolgoznak rajta. Már régebben. Rajta. Persze, persze, hát több már napja. Persze, nagyon persze. Jó. Akkor a mai helikopteres téma az áll még, ugye? Aha, aha. Na, hát voltak itt dolgok, amik te nem voltál nagyon. Igen, igen. Nem tudom, hogy pihentél, vagy egyszerűen csak nem vagy hajlandó bejönni dolgozni. Dehogy nem, de hát... Nyilván ez, mert te magánügyed, te nem szólod, hogy te mikor dolgozol, elnézést, csak ez egy... Már basztatnak a kollégák. Kitűnő. Halló? Ja, Barry White, üdvözlöm, én pedig Raphael vagyok a főnök, hogyha elfelejtette volna esetleg. Pár perc és itt van, rendben, pont ezért akartam hívni. Kis beszélgetésre jó lenne, hogyha befáradna. Nagyon szépen köszönöm, vissza. Ki az a Barry White? Volt, tegnap lett fővéve a céghez. Aha, figyelj csak, el tudsz nem jönni, mert közben el kell mennem. Persze. Kéne, mert ugye múltkor volt az a kis ájulásos történetem, és hát nincs kitűzöm meg ilyenek, úgyhogy ezt úgy kéne intézni. Persze. Szép jó napot, uram! Üdvözlöm! Üdvözlöm! Barry White vagyok. Üdvözlöm! Azt hittem, hogy Jeffrey Dahmer, üdvözlöm! Üdvözlöm, én pedig Csontos Sámuel vagyok, a tulajdonos. Hallom, hogy sikeres vizsgát tett. Igen, igen. Tegnapi nap folyamán felvételt nyertem a felvételi eljárás során. Igen, igen. Nagyszerű, nagyszerű. Örülök. Hogy tetszik a munka? Vagy volt igen. Már? Volt már éles bevetése? Nem. Nem tudja kivenni az autót, mert balfasz voltam. Ó, értem, Rafael. Uram, és akkor mai nap folyamán dolgozna? Meg nem, őszintén szóval nem vagyok még tisztában a beosztásával, hogy hogyan is alakul. Még ezzel én se? Aha, jó, akkor erről le fogunk ülni beszélni, viszont egy-két percet kérek szépen csak, el kell ugranunk boltba, és akkor visszajövünk, és az autót, ami ott lát a mögöttem, a szürke autót, akkor azt el is viheti szolgálatba, hogyha gondolja. Jó, rendben. Szerdán ugye csak sétrepülés van. Igen, igen, igen. Érted? Aztán azért nem is tett izé... Uram, picit higadjon. A mennyitőzőért pedig beszélek. Aaaaaah! Ezt nem hiszem el, bazeg. Uram! Az Isten megáldja, hívjam a rendőrt! Na jó. Gyere ide. Az anyád picsáját! Ne bájj! Hát megőrülök, bazeg, ezek az emberektől. Fú, öcsém, tiszta ideg vagyok. Sziasztok! Jaj, nem... Fancopó. Haló, hagyjál már, geci! Elég lesz már! Te akartad a bajt, te kerested, halló, te kerested a bajt! Geci. Te kerested a bajt! Jaj, ne haragudj, Gyuri! Te kerested a bajt, te kerested! Mit csinálsz, te köcsög? Mit csinálnék, baszd meg! Ő kezdett el velem baszakodni, kussoljál el! Ő kezdett el velem baszakodni! Ő kezdett el velem baszakodni, beleállt az arcomba, baszd meg! Nyugodjál már le! Dég, hát ez mit áll az arcodba? Miért, mit áll az arcomba? Nézd már rá, hát! Kire? Kire, baszeg? Az előbb jött oda, faszopó gecizett meg ilyenek! Mit ugat? Mit dumálsz vele? Azt tört, hogy miről van szó, azt már jössz itt keménykedni. Az Isten áldja meg. Már jön azt igazságosztót játszik ott a csávó, vágod? Ez közben ezt már most ki kéne dobni ezt a csávót a picsába. Illatos Irén. Kitűz 1000 csurint. Közben becsukom az ablakot, mert itt ordibálok, mint egy hülye. Szervusz, Rafael! Várj egy pillanatot. Szia, igazgató, szia! Szervusz! Azért hívlak, hogy el ne felejtsem, kéne csinálni egy külön rádiófrekvenciát, mondjuk így a igazgatóknak, mint például én. Uh-huh.
hogy mi kommunikálunk, és egyet az alkalmazottaknak. Jó, jó, mindenképpen, de ezt majd megbeszéljük, Rafael, jó? Szervusz, Bobby. Na, cső. Na, cső. Na, figyelj, itt vagyok a cégnél. Nem hallak. Itt vagyok a cégnél. Na, ja, jó, én is itt vagyok. Jó van, jó van, jó van, jó van. Na, hello? Jó. Üdvözlöm, uram. Üdvözlöm, szép napot. Jó napot, miben segíthetünk? Várakozok itt a helikopteres programra. Ó, oh, értem, értem. Jó, hát várunk még, jó napot, igen, igen, igen. Várunk szia, még főnök. Egy... Szervusz, szervusz, Mona, szervusz. Várunk még egy pár emberre, jó? És akkor, hogyha maximum, hogyha nem jönnek többen, akkor... Ön lesz egyedül. Majd meglátjuk. Rendben, rendben. Rendben. Jó? Jó, egy pillanatot kérünk csak. Rendben. Minden rendben, Huey? Oké, oké. Mindjárt jövök. Megírjuk a papírokat. Elnézést a hangminőség miatt, természetesen nem anyag felelő mikrofon vette eddig. Átnevezés. Oh my god! Hello! Csinálsz valami fontosat? Fú, hát nyilván, persze. Miért van ez szó? Meló. Mikor? Most azonnal? Nem. Körülbelül 20 perc. 20 perc? Szerintem az úgy járható lesz mindenképpen. Tudok. Jó. Akkor majd. Miről lenne szó? Ilyen fuvar megint? Fuvar. Ember meg csomag. Ja. Ember meg csomag, aha. Jó, rendben, akkor egy olyan... Maszk legyen. Van. Nem tudom, valószínűleg adunk autót. Jó, rendben. Oké, okay. Akkor beszélünk majd nem sokára még. Jó. Jó. Okay. Köszi. Csöcsö. Hello. Gyere már. No. Nem igazgató. Szerbusztok, szóval Mona, bemutatom Bobbit. Igen. Ő itt Bobby. Én már bemutatkoztam neki, csak elfelejtette az ő nevét elmondani, de most akkor tudom. Ja már megtörtént. Nagyon jó, nagyszerű, jó. Igen. Nos, ugye ma 7 órától lebonyolításra kerül az első helikopteres programunk. Az a helyzet ezzel, hogy itt most hívott engem egy pszichológus úr, aki szereti lefoglalni a helikoptert, de most még vacilának, szóval nem biztos, hogy jön, vagy érkezik, vagy úgy bármi. Egy ember kint már várakozik a narancssárga Audinál. Emil és Mona, esetleg beinvitálnátok, addig kicsikét lekötnétek, amíg megírom a számára szóló papírt? Na igen, mert... a második az az, hogy itt az Antónia már itt buzul a parkoló, már elnézést nem akarok ilyen. Akkor Mona, arra kérlek légy, igen, hogy az urat kint a narancsárga Audinál így hív be, invitált be, kávét, így van, kávét kínálj neki. Nevetessen vele a kávét? Nevetessen. Hát, most mi fizetjük a kávét? Ne, akkor az automatának a kulcsát ad majd ide igazgató. Igen, mi fizetjük a kávét, de majd odaadom majd számlázzátok ki, vagy nem tudom, valamit csináltok majd vele. Akkor számlázz ki neki. Jó, és akkor... Már várjál, igazgató. Tehát, Emil! Az Isten áldjon már meg! Szóval, nagyon sok minden történik egyszer, és profinak kell lennünk. Köszönöm szépen a számlát. Szóval, Mona, arra kérlek, hogy az urat kint a narancsárga Audinál invitált be, tényleg kínálj neki kávét, kis türelemre, inst, itt ültesd le nyugodtan valamelyik ülésnél. Igen, igen. És akkor fogok jönni, és intézni fogom vele a többit. Emil, jó, akkor tőled azt kérem, hogy Antónióval foglalkozz, esetleg vizsgáztasd le, hogyha arról van szó, igyekszek neki bemutatkozni hamarosan, csak egyszerre 60 millió dolog van, és nem tudok hova nézni. Kint az előbb az önkormányzatnál meg is támadtak engem, úgyhogy kicsit el volt havazva. Mondom, kell a biztonsági őr is. Biztonsági, igen, persze, mindenféleképpen. Na, arra még biztos van pénz. Viszont nekem lett most egy kis dolgom, el kéne ugrani az Antóniót, én visszahívom szintén 7:30-ra, vagy ahogy valahogy megy, hogyha visszaérek. Jó. Az itt vár a parkolóban, vagy én nem tudom. Rendben, legyen ez. Bobby, tőled meg azt kérem, hogy Lici, a Hueyhoz menj már ki a helikopterhez, és így nem tudom, dumálgass vele, beszélgess vele, hogy mi a helyzet, Antónió, hogy minden oké a helikopterrel. Ja, és még arra kérlek, hogyha fel tudnál hívni, hogy mi is a... felfordulások történtek. Vagyis, bocsánat, jaj. Itt vagy, Bobby, ugye? Figyelsz? Itt vagyok, persze. Jó, arra kérlek még, hogy kimész a Hueyhoz, kérd már el, Léci, a helikopterének a rendszámát. Jó. Jó, és hív fel, mert nincs rádió, mert múltkor elájultam a hajóúton, hál' Istennek, és mindenem elropták a kórházban, hál' Istennek. Az előbb szerelgetett valami, szerintem. Igen, felkészíti meg, hogy minden rendben van vele, stb. Jó, úgyhogy ezt kérem tőletek, emberek, munkára, mindenki. Na, az ember az magán kívül van, hiába szóltam hozzá. Akkor elmegyünk céges ügyet intézni ruhábódba. Nem, most azt hagyjuk a francba. Nem, nem, munka van. Mindketten szolgálatban vagytok, ugye? Igen. Kitűnő, ezt akartam még kérni, nagyszerű, jó. Akkor Móna, tőle továbbra is azt kérem, hogy akkor
vele foglalkoz az úrral. Ha válaszol, akkor boldogan, igen. Jó, persze, hát valószínűleg mindjárt magához tér. Hát, hogy csak alszik egy kicsi bóbiskolkat. Lehet. Jó, akkor... és neked mit kell intézni, Emmi, amit mondtál? El kell mennem egy helyre. De hova, és minek? A izé, ki kell mennem, izért kell intézni. Emil! De mit kell, mondjad? Csak egy 5 percre el kell ugranod de, de miért kell elugranod? Mit csak van egy kis aláírni való. De hát azt majd aláírod akkor, amikor szabad idő van, munkaidő van, Emil. Munkaidőn kívül majd, jó? Mert akkor most mit csinálják? Emil az Antonióval foglalkoz, az beszél... elmegy. Antonióval foglalkozhatnék is. Hát mert azt hittem, hogy elmehetek aláírni a dolgokat, hogy te ne foglalkozz az nem. Antonióval, mert Raffaelné vagy velem foglalkozok. Nem, akkor hív vissza az Antoniót és haladjunk vele is. Tehát hív vissza, nyugodtan jó, jöjjön be, és akkor vizsgáztasd le. Esetleg bejöhettek az irodámba is nyugodtan, úgyis most ott leszek, jó? Én most intézek egy papírt a helikopter úthoz. Meg kirakok még egy hirdetést. Jó, nekem csak egy 5 perc gondolkodási időre van csak szükségem aztán. Neked mindig. Jó, nyugodtan. Annyi. Na megyek, megnézem azt az embert. Kitűnő, köszönöm szépen. Akkor kimegyek vele aztán. A Huey az elrepült közben, nem tudom elrepült? Hova. Aha, nincs itt most, elrepült valahova. Hello? Ehoj, jöttem lemosatni a helit, mindjárt érkezek vissza. Jó, rendben, a Bobby fog téged várni kint, és akkor kell majd egy-két adatot majd neki mondanod, jó? A helikopterről, ilyen rendszámot, meg ilyesmi. Oké, rendben van. Jó, jó, köszi Ehoj. Szépen, oké. Okay. Elment lemosatni a helikoptert, mindjárt jön vissza. Aha. Jó, úgyhogy igazából ennyi. Akkor majd várd már kint, létszi a leszállónál. Oké. Jó, köszi szépen. Wow! Rafael? Halló? A feleséged, a Monának a számát meg tudod adni? SMS-ben? Igen, igen. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm, köszönöm. Igen, 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 igen. Jó, jó, várom, jó, köszi. Jövő. Hello. Oké. Okay. Egyelőre jók vagyunk, és talán belé is fog férni mindent. Ez megőrülés, srácok, megőrülés. Komolyan mondom, ez megőrülős az a történet most nagyon. Hát sok embert nem érdekel azért a helikopter út, azt azért érzékeljük. Hopp, ott is van az 5/1-es szabályzat, közmunkára ítélték. Azt a hülye gyereket, hála jó Istennek. Szia Móna, én a Samu vagyok. Mondják Samu. Szerbusz, figyelj csak, az úrnak a nevét majd kérd már hello. El. Halló, halló, most hallasz? Halló, most már igen, igen. Kitűnő, kitűnő. Az úrnak a nevét majd légy szíves, kérd már el és küld már nekem SMS-be. Rendben van, csak kiszaladt egy pillanatra, de már is elkérem tőle. Tökéletes, jó, nyugodtan ráérsz. Köszi szépen. Oké, okay, hello, hello. Hello, hello. Tároló megnyitása. Tényleg kéne egy rádió, csak az meg őrülés lenne. Maszk? Ja, az öltözőmben lesz, várja. Tudjuk az úrnak a telefonszámát? Aki jött ide? Igen, mert hogy elment, és így fogalmam sincs, hogy se a nevét nem tudom, se a számát nem tudom. Aha, semmit nem tudunk róla az égvilágon. Na hát akkor jók vagyunk. Az faszod, de várja, az autója meg itt maradt, nem? Én nem látom, szervus. Mint narancsárga autónak. Ja, tényleg legyen. Narancsárga autóval volt itt. Hát lehet, hogy megunta akkor a várakozás. Hát azt mondta, 2 perc múlva visszajön, volt ez 5 perce. Aha, hát lehet, hogy vissza fog jönni, várni kell még egy kicsit. Hát én remélem, igen, igen. Ja, jó, hát Huey is mindjárt jön a helikopterre, csak éppen lemossa. Ja, igen, szép legyen. És a férjed most merre van? Az én férjem? Az előbb rám csörgött, mondta, hogy emlékszem-e még arra, hogy ő kicsoda, és utána lerágta. Fölhívjam neked, hogy hol van? Igen, légy szíves, jó, mert hogy elvileg... Jó. Jó. Elvileg az Antonióval kéne foglalkoznia, ugye? Na figyelj ide, a főnökünk kérdezi, hogy hol vagy. Karamboloztál, elhiszem, hogyha látom. Antonióval mi a helyzet? Na jó, van, leraklak, mert jön vissza az úr, aki megy repülni. Szia! Jó, van, majd karamboloztálsz az öklömmel, ha nem viselkedsz. Szia! Ah, vissza is jött az úr. Na, igen, látom, látom. Kitűnő, kitűnő, jó. Jó, Istenem. Baszik, itt én családi bántalmazások mennek. Hát itt baszik, úgy leordította a fejét az előbb a Rafael. Figyelj, az, hogy Emil hogy beszél vele, az valami borzasztó, de... Ezt látom. Majd beszélnem kell vele erről, mert ez tényleg katasztrófa, amit lemivel. Múltkor már mondtam neki, tehát baszik, múltkor elmentünk együtt a kaszinósokhoz. Konkrétan ilyen... étel és alkoholos italokat beszerezni akciósan. Hát ott is bazdeg, amit leművelt odafele úton, hát haltam bele. Na várjál, bemegyek, megírom a papírt az úrnak. Nos, Huey... Csú, na várjál, menjünk ki, mert nem hallak. Ja, nem hallasz.
Ah, most már igen? Most már jó, oké. Nos, figyelj, csak annyi van, hogy most az úrnak átadom a papírt, ugye, hogy akkor egy ilyen kis szerződés, keretszerződéstől, akkor mi történik, hogy történik. Utána tudsz neki adni egy ilyen kis briefet, ugye, amit beszéltünk, ilyen biztonsági előírások, ilyesmi. Úgy néz ki, hogy egyedül lesz az úr. Egyedül lesz, és sejtelezni szeretne? Nem, sima sétarepülés lesz. Sima sétarepülés, persze, akkor simán. Jó, akkor egy pillanatot kérek csak, jó? És akkor, hogyha gondolod, akkor gyere, fáradj be a kis eligazítónkba, ami jó. Itt van. Jó, és akkor mindjárt hozom az urat. Jó, késem. Köszönöm szépen. Hát ez mondjuk baj. Nos, uram, lemásoltam a dokumentumot, lenne egy ilyen kis papírmunka, tényleg csak egy ilyen kis meghatalmazás jelleggel, hogy lássa, hogy miről van szó, csak hogy mindenkinek a kötelezettségei meg, hogy működik az egész, egy pillanat is adom. Ó, rendben, megnézzük. Na, ez egy kik. Megnézed, Móna, kérlek. Megint. Köszönöm meg szépen. Meg is verem őket, ha kell. Nem kell agresszió, köszönöm. Jó. Csak vicceltem. Rendben, jaj. Köszönöm. Na, most adom is a dokumentumot, egy pillanat. Jó, oké. Dokumentumok megnyitása, kiállított dokumentumok. Nos, itt is lenne. Aha. Ebben ugye nagyjából azok vannak benne, de el tudja olvasni nyugodtan, hogy minden rendben legyen. Ugye a jegyár, hogy mennyibe kerül az út, illetve hát igazából csak alapok, ugye, hogy mindenféle illegális tevékenység a repülő, vagyis a program során teljesen tiltott, rendőrségi ügyet vonhat maga után, felelősséget nem válunk az útért, út közben keletkező hibákkal. Jó napot! Csak abban az esetben, hogyha a mi hibánkból történik, ilyen jellegű dolgok. De fuss át nyugodtan, hogyha gondolja. Miben segíthetünk, uram? Az úr helikopterezni szeretné. Jöttem milyen helikoptert kipróbálni. Ó, kitűnő. Előjáróban annyit mondanék, hogy 35 ezer csurint a jegyár, és egy 30 és perces... Tessék? Rendben, ez nem probléma. Jó, rendben, és egy 30 perces, körülbelül 30 perces utazásról lenne szó. Egy ilyen, ez most jelen pillanatban még csak ilyen sétahelikopterezés. Rendben. Jó, a nevét meg elkérhetem? Persze, Aziz. Még egyszer? Aziz. Jó, a teljes nevét kérném szépen. Aziz Wall Street. Jó, akkor egy pillanatot kérek, és önnek is adok egy dokumentumot, jó? Egy picikét, hogyha várjanak, arra kérném önöket, jó? Rendben. Pillanat. Mindjárt jövök, Móna. Rendben. Aziz Wall Street. Akkor írunk neki is egyet, bazzeg. Miért ülök rá, hogy ilyen hivatalosnak tűnjön? Na szóval, kiállított dokumentumok. Meghatalmazás. Hopp! Ígyni. Új dokumentum. Meghatalmazás. Pam! Hopp! Oké. Okay. Ja, már megint rosszul ülök, állok fel. Ja. Megismerem én. Nos, Aziz úr, jól mondom, ugye? Igen. Jó, átnyújtok önnek is egy dokumentumot akkor, ami egy ilyen kis keretszerződés jellegű. Ennek átvételével ugye elfogadja az összes szabályt, amit hozunk ennek az út kapcsán. Egy pillanat és adom. Rendben. Azt mondja, hogy ez lesz az, ugye? Nem igazán. Parancsoljon. Önnek is jó dokumentumot adtam, ugye? Az önneve szerepel rajta. Jó, kitűnő. Olvassa el. Rendben. Jó, akkor uraim, számláznám is az utat. Át is nyújtottam önöknek a számlákat. Ezt most kell kifizetni, vagy... Igen. Tudna segíteni, uram, hogy nagyon mire kéne gondoljak, hogy kifizessem? Húha! Gondoljon az F7-es izmára. Arra, pontosan. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Uraim, kávét elfogadnak esetleg az út előtt? Ön elfogad egyet, jó, akkor jöjjenek utánam nyugodtan. Adom is.
parancsolja. Jó, John? Igen? Jöjjön, nyugodtan, kövessenek. Jó. Lesz egy kis eligazítás. Nem csak mondta, hogy izé, hogy menjünk oda kávéját, csak épp akartam mondani, hogy egy kisasszony már engem kiszolgált elő. Ja, igen, 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 erre kérem, bocsánat, ez is még én is kicsit meg vagyok, erre jöjjenek csak. Húha. Nos, uraim, bemutatom Dr. Huey Freement, aki a pilótájuk lesz a mai nap folyamán. Némi biztonsági előírásokkal fogja önöket megismertetni, úgyhogy ezt kérem, hallgassák végig. Ez jó. Na, jó van, szép napot az uraknak, Dr. Huey Freement vagyok, mint ahogy azt az előbb a bemutatóból hallhatták. Mi van? Hogy hangzik eddig? A lófász van a kezedbe. Semmi. Emir. Emir, te iszol? Nem. Gyere ki velem, légy szíves. Állandóan szégyenbe hozol. Igen. Gyere csak. Igen, parancsolj. Emil, hányszor beszéltünk már erről? Én nekem most nagyon nehéz időszakon megyek keresztül, ez muszáj volt. Emil, én ezt aláírom, és elfogadom, de mondtam, hogy ne a munka közben alkoholizálj. Oké, hogy nem vezetsz, én értem, hogy nem vezetsz, de semmi, de technikai igazgatója vagy a csontos transfernek, és ne dőlöngélj meg püdös szájjal mászkáljál már itt. Veszek be rágot, figyelj. De akkor is a gondolkodásodat befolyásolja a felmérésiként. De igen, mindenféleképpen a döntéshozó képességedet is befolyásolja, tehát és Antonióval mi a helyzet most? Hol voltál hát egyáltalán? A rendőrségen. Mit kerestél a rendőrségen? Volt egy papír, amit alá kellett írnom. Igen, és én azt mondtam, hogy azt majd szabad időben írd alá, ne pedig munkaidőben. Nem, mert most volt a határidő, egy napot késtem így is, mert volt az Antonióval egy balesetünk. Emil, engem ez nem érdekel. Én ezt, ne haragudj, Emil, ezt kurvára leszarom, hogy most rendőrségi papírok meg itt, de ráadásul úgy, hogy közben itt vagy, miközben mondtam neked, hogy ne menj el, visszajössz, azt pazzek boros pohárral a kezedbe kaplak el, miközben iszogatsz. Hát ez nem vagy normális ember. Azt aláírom. Hát nagyszerű. Szóval légy szíves, egy pici fegyelmet már, és ráadásul a feleséged is úgy beszélt, mint egy darab szarral. Bobby mondta az előbb, igen, a Bobby mondta az előbb, jó, hogy ezt majd megbeszéljük később, jó? Azt, hogy én úgy beszélek el, mint egy darab szarral? Jó, már mit helikopterezni? Nem hiszem. Nem. Légy szíves, beszéltek meg kicsit messzebb, köszönöm. Privát dolgok, nem jó utat, uraim! Jó utat az uraknak! Köszönjük! Ki jött? Emil. Szervusz, Barry! Mi a helyzet? Ja, nem nagyon van fuvar, mi? Hát, nem nagyon. Aha. Hát, ja. Igen? Igen, mondja csak, bocsi. Nem, semmi. Csak konkrétan egy sem volt. Aha. Kicsit posztoltam a városházánál, aztán gondoltam, először járkáltam, aztán posztoltam, aztán gondoltam, visszajövök. Ja, persze, jól tetted. Jó ez így. Kitűzőt magamnak, jó? A kocsit megcsináltattam. Jó, tökéletes. Oké. Annyi van, hogy nem csak a szélvédőt kell megcsinálni, hanem mondta ott a szerelő, hogy motor hibás is volt a kocsi, úgyhogy a motor az... is meg kell javítani. Ezt mondta, hogy rossz állapotban van nagyon. És mennyibe került? Ezt nem mondta. Amikor megkérdeztem, azt mondta, hogy a cég fizeti, de nem mondta meg, hogy mennyibe kell. Hát azt jó rosszul tudtam, mert hogy konkrétan nincs már velük szerződésünk, tehát azért is mondtam, hogy adok neked, de ugye aztán itt most annyi minden jött közben egyszer, hogy nem igaz. Nem mindegy, akkor ezt most ők benyelik, hát most ezt így jártak, csak azt mondom te, hogyha legközelebb ilyen van, akkor nyugodtan szólj, vagy majd mondd, hogy mennyi volt, stb. És akkor ennyi. Jó, rendben, nem tudtam, ne haragudj, hogy működik ez. Semmi baj, persze, hát honnan tudtad, nem is izé, úgy mondom. Hát figyelj, az van, hogy ugye még itt a városvezetéssel már meg lett beszélve, hogy bekerülünk majd a telefonba, tehát hogy gyors hívásra meg ilyesmi, ez még mindig itt az IT-s fiúk még itt ezen gondolom dolgoznak. Lehet, hogy akkor egy picikét gördülékenyebb lesz a történet. Valószínű, igen. Igen. De ja, hát igen, ez ilyen sajnos, úgyhogy ez sajnos egy ilyen munka, hogy nem feltétlenül van sok tennivaló, de a fizetést kapod rendesen, okay. Ugye? Igen. Jó, kitűnő. Hát akkor, igen? Na most annyi van, csak
szólnék, hogy azt azért észrevettem, hogy tegnap a Rafaellel úgy beszéltük meg, hogy próbaidős vagyok. Igen. De most ugye nem az jött, nem azt láttam, hogy próbaidős, hogy megnéztem a papírjaimat, hanem sofőrként hozta, és a fizetésem is így alakul, csak szólok, hogy esetleg nehogy félreértés legyen ebből. Jó, akkor ezt mindjárt én majd meg ezt intézem, meg majd szeretnék ilyen különleges adatokat, menjünk is beszélnem az irodába, jó, mit szólsz, és akkor ezt már intézzük, mert ugye itt majd még kell egy más dolgot is intézni papírmunka szinten. A Barry az E betűvel van, ugye? Vagy A-val? A-val, jó. Aha. Ja, de itt vannak. Emil? Igen? Meg tudnád nézni kérlek, hogy a fuvaros autónknak... Az a szőkölyű ember ki volt? Ő az Antonio, kitűnő. Ide akartunk bejönni, igen. Jó, meg tudnád nézni... Majd mindjárt csak még elintézem Barryvel a dolgokat. Meg tudnád nézni, hogy mi a fuvaros autónak a rendszáma, kérlek? Persze. Köszönöm szépen. SMS-be, hogyha elküldöd, az nekem tökéletes. Jöhetek? Persze, csak egy pillanatot kérek. Csak most akarom intézni a hivatalos nyilvántartásba vételt az úrnál. Jó, kitűnő. Ez is intézve van. Rendben, szuper. Köszönöm a türelmedet. Ugyan már, semmiség egyáltalán. Jó, a papír, igen, amit még meg kell oldanunk. Na, várjál csak. Emil? Itt vagyok, már jövök. Gyere kérlek. Rendben. Ők is jöjjenek? Nem. Nem, csak én jövök. Nos, de ne mondjad már meg, igen. A rendszámot kérlek, akkor mindjárt majd mondjad, pillanat, csak megírom az úrnak, és a Barrynek, bocsánat, nem úr azon, mert tegeződjünk nyugodtan, Barry, amúgy. Hát veled, igen, velem nem tegeződünk. Hát nyilvánvalóan. Maradjunk a magázódásnak. Igen, a felvételi során tegeződtünk csak. Igen. Itt aláfölé rendeltségi viszonyban állunk. Szigorúan. Bazd meg. Mi a rendszám? ENM 424. Várj, tehát Elemér Nóra Mária? Igen, Elemér Nóra Sándor 424. Ja, akkor legyen Mária, jó. Igen, kértelen az emre nem jutott. 424. Pillanat. Szerelmem, legyél szíves bejönni. Parancsoljanak az urak. Semmi, csak szeretném, hogy itt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll, úgyhogy most Barry, átadom a másolatot a dokumentumról, ugye arról, hogy akkor vezetheted a gépjárműveket, hogyha esetleg a rendőr rendben megállítana, vagy bármi ilyesmi lenne. Jó, rendben. Te az Antoniótól hívtál engem el? Igen. Parancsolj. Hi, Emil. Köszönöm. Hogyha szépen a forgalmi engedélyt kérnék, akkor nyugodtan mond nekik, hogy a cégnél van, tehát az autóban nem nagyon találod meg. Ennyi. Tehát akkor nyugodtan mond nekik, hogy keressenek engem, de nem hiszem, hogy keresnék. Jó, rendben. Rendben, köszi, Barry. Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm. Is. És a türelmet a melóhoz, tényleg. Oké. Valaki majd csak rendben fog. Majd nincs, megpróbálom majd nyomni kicsit reklámmal, meg ilyesmi. Figyelj, köszönöm, várom Barry. Igen? Várom a hívásokat. Közben esetleg még arra gondoltam, hogy posztolok még egyet ott a Városházánál, aztán jó, az arra járókat is esetleg. Jó, kitűnő taktika, persze, és akkor kitartást a munkához, tényleg. Rendben, köszönöm. Ja, várjál, meg még a fizetésedet intézem, azt még elfejtettem itt a gépnél. Munkavállalók listája. Nézni, még a végén többet fognak keresni, mint mink. Nézzél majd mindjárt át. Így lesz a jó. Jó, rendben, akkor, köszönöm szépen. Mikor is lettél alkalmazva egyébként? Tegnap. Tegnap, jó, akkor az azt jelenti, hogy kedden, akkor jövő hét keddig vagy próbaidős. És utána meg sofőr státuszba lépsz elő. Hivatalosan rendben is. Jó, okay. Köszönöm, hogy szóltál. Rendben. Applikációra behívjátok? Köszönöm szépen.
Rendben, rendben. Köszi szépen, Barry. Jó munkát. Jaj, köszönöm. Hello, hello. Szervusztok. Na, hívhatom az Antóniót. Igen, Bobby, én tudod intézni Antóniót esetleg? Antónió. Mondd meg egyszer. Tudod intézni Antóniót? Jaj, Emil. Hát mit kell csinálnom? Hát nem tudom, hogy Emil akar, mert most nem tudom igazából miről van szó, nekem meg el kell rohannom sajnos, van egy kis dolgom. Hát megpróbáltam. Jó, rendben. Na, szervusz Antóni. Üdvözöllek. Üdvözlek. Szervusz, csontos Sámuel, tegeződjünk nyugodtan. Szervusz, hello. Van. Szervusz. Figyelj csak, Bobby fog beszélgetni veled az én részemről, igen. Nekem most sajnos el kell ugranom gyorsan, és akkor meg lesz oldva, meg nem tudom, Emil igazából miket mondott neked eddig a munkával kapcsolatban, de szerintem... Annyit tud, hogy a főnöke vagyok. De nyilvánvalóan azt tudja, persze. Ha, de Emil, amúgy tényleg el kell ugranom, ha visszajövök, akkor beszélni fogunk továbbra is, jó? Ja, hogy megmaradsz, még maradsz. Persze, nem úgy kell elugranom, hanem a városon belül kell ugranom valahova. Hát akkor ugrálja nyugodtan, munka, persze. Munkaügyben, persze. Jó, szigorúak leszünk. Meg én felügyelek itt rájuk. Azt köszönöm, Móna, azt nagyon megköszönöm. Mint hogy olyan lennék, akire felügyelni. Emil, egy nagyon gyors kérdés, bocsánat. Nem iszok. Hui rádión van? Halló, Rafael vagyok. Hubi a rádión van? Hubi. Még mindig Huey. Halló. Nincsen. Jó, mindegy, hát remélem. Halló. Pedig megbeszéltük a izé... Na mindegy, akkor majd szólok. Vétel. Jó, Emi nincsen, értem. Emi, kiabálják, kérlek. Azt mondja, hogyha nem válaszol, akkor nincsen gond. Ezt mondta? Ezt mondta. Jó, akkor jó, nagyszerű, jó. Antónió, fogok beszélni én is veled mindenféleképpen, de tényleg most egy halasztalatlan ügyben el kell hagynom az irodát. Bobby, akkor kérlek intézd, jó? A legjobb az, hogy Antónió... Igen, persze, hát te tudsz többet, és akkor yeah. Bobbyval meg tudjátok tárgyalni. Antónió sofőrnek jelentkezne. Jó, és tudod, Bobby, milyen az eljárás ilyenkor, úgyhogy ezt vigyétek végig, légy, jó? És akkor jövök majd vissza, amint tudok. Köszönöm, jó. Sziasztok, hajrá! Szervusz! Hello! Na, akkor kedves na. Antóni, akkor elkezdem Bobby helyét. Öltöző szekrény. Ruhák. Mi van? Ja, viselt ruhák. Micsoda? Á, értem, mit csinálok én most, jó. North Face, fekete ing, Rammstein pulcsi, Puma izé, Air Jordan, ezek meg mehetnek be. Jó, és akkor nálam van a izé. Jó. Mert hogy vettem egy zénzoktos pulcsit is. Hú, apám, azért ez most nem semmi. Ennyi embert felügyelni. Szervusz Delta, hova na, menjek? Hova menjek? Hello. Hallasz? Na, hallo. Szia, hova menjek? Urgonnal vagy? Igen. Igen. Urgonnal vagy? Igen. Jó. Emlékszem, hogy ott tették ki, vagy hol lakok? Nem igazán, sajnos szita az agyam. De visszakeresem, meg küldtél már. Nem tudod sem eddig. Jó, köszi szépen. Hello. Cső. Én a maszkot egyre még nem fogom erőltetni. Jó van, pörgünk, sofőr van a városban. Helikopter az levegőben. Teljesen jók vagyunk. Jó. Na, gyere haza. Cső. Na, raport. Szervusztok. Hello. Figyelj. Ó, van kitűzöd. Van, de le is leszem a bánatba. Volt eddig is, persze. Jó. Hello. Fuvar, következő. Igen. Palettó, csomag átvétel, vissza. Csávó megy veled, csak azért, hogy tudják, hogy velünk van. Oké. Okay. Máshogy velünk vagy. Rendben. Várja. Csak nyugodtan. Kaptam Petitől egy kordit, nem messze van innen. Kimentek rá, srácok? Megnézitek azért, el ne vigyék. Bocsak, egyik ember ütközött. Sikátoron átmentek. Jó, sikátoron át is ott van, ott fekszik. Csak erősítem, mert fekszik, valószínűleg. Jó,
Na, nekünk máshol kell lenni, azért ketté szakadunk. A lényeg, hogy a hármas bank felé menjetek, mert ott fogunk üzletelni. És ha a gáz van, akkor könnyebben tudunk oda menni segíteni, mint hogy, mint ha körbe mennétek, jó? Jó. Palett irányából. Akkor a, viszont a kollégádat, szervusz, Sámuel vagyok. Hello, Alfa. Szia, találkoztunk már valószínűleg, csak nem emlékszem, hogy bemutatkoztunk volna. Lehet. Én érkem rémlik, de lehet, hogy nem. Mindegy. Abban számítatok rád, hogy a térképben, a GPS-en majd jelölöd az útvonalat? Hogy merre menjünk? Persze. Jó, kitűnő. Megmutattam neki is, aztán... Jó, a MASZ-nak mikortól lesz fontossága? Már úgy induljunk el, hogy legyen rajta? Jó, induljatok el úgy, igen, mert jó. Mostanában elég nagy szar van körülöttünk, aztán aha. Most fontos, jó? Jó, rendben. Jó. Mertek is, jó? Oké. Okay. Tengervéd tisztelet, jó napot kívánok! Hello! Na várjál, drop. Szoktál menni a droptokra? Jó, ez fő publikum megyek. Jó. Nem már köszönni akarok, neki is elszalad. Ja, hello, hello! Ja Istenem, mit csinálok? Nem el vissza! Nem, mert igen, mert elnézés, mert nem igazán... Vágom, bocsánat. Elízom, elízom. Ölel kettő. Csókolja meg. Ja. Csókolja meg. Na még egyszer. A kurva eget már. Elemérizom, azaz. Szervusz. Hello, hello. Juicy vagyok személyesen az Istennő a városban, csókolom. Á, hello, hello, én pedig csontosan vagyok, hello. Á, maga a csontos transzfernek a főnöke, nem? Így van, így van, így néz ki egy igazi főnök, igen. Jó. Menjünk a picsába. Okay, menjünk. Akkor Samu, mondom neked. Tessék? Írt a címzet, okay. Hogy jelenleg nincsenek otthon, de induljatok eddel, nem kell 120-ra végig menni, jól lassan jöjjtek, right. Addigra hazaérnek, jó? Jó, jó, jó. Lehetek én rendben. Is. Talán, te jössz velem a pirosakhoz. Na. Jézus. Te szoktál ilyen te droppokat? Ne, de hogy azt sem tudom, az mi. Akkor erre megyünk? Akkor, ez már fix most? Amiben... Jó, jó. Ez még nem. Felszedjük a droppot, ilyen halloweeni ajándék, ilyen box. Jó, olyan, mint a napi loot box, csak jobbakat lehet belőle nyitni. Aha, jó, jó, jó. Kösz, hogy mondod, mert fogalmam is, hogy történik. Mindig csak ilyen fokhias infókat kapok. Ja. Meg ugye van a halloweeni event is. Aha. Az is egy ilyen hosszabb sztori. Attól segíteni kell egy ja, izének. Hát ezekkel én nem nagyon vagyok tisztában, megmondom őszintén, mert tényleg a cégvezetés elvisz minden időmet. Jaja, úgyhogy... sejtem. Jaja, ja. Úgyhogy ma is bazzeg egy őrültek háza volt nálunk. Egy helikopteres út megy éppen most nekünk, aztán mindegy, na, aha. Hagyjuk is, tök mindegy. Jaja. Ott, ahol ez a füst van, vagy az már az, vagy az mi a tököm? Aha, az az lesz, igen. Te jó Isten, az mi a fasz? Hát azt igen, egy kicsit de át lett építve. Jézus, azt nem is láttam még. Ha oda megyünk, akkor ha kiszállsz, akkor föl tudod majd szedni a... Ja, nekem kell felszedni? Igen, igen, igen. Aha. Oda mész, és akkor látni fogod. Na várjál, beállok inkább, mit szólsz? Jó, jó. Aztán akkor tudunk venni oda. Itt meg is állhatsz egyébként. Az lesz. Mit kell? Jó nyomjátok! Aksa. Zsír. Hű, na, itt azt a kurva. Jelölöm is a következőt. Jó. A hármas bank először errefele menjünk. Rendben. Azt utána akkor jelölöm a végső úticét. Mindig megkinyitom már ezt a boxot. Ó, hogy már megint fegyverfestés. Jaj, meg pakolom föl folyamatosan a csibére. Tudod mit, ezt odaadom neked majd? Ne, nem nyugodtan, kell. Nyugodtan pakold fel magadnak, ezt csináld már. Á, nem meg, kell. Én meg azt nem tudok vele mit kezdeni, pláne. Aztán milyen volt a napod? Figyelj, káosz, megmondom őszintén, mint mondtam, tényleg a céges dolgok, van egy kollégám, aki bazzeg alkoholizálva jelent meg a irodában, miközben jönnek az ügyfelek, tehát ez egy nettó káosz. Jaj.
Netto ez az Amir fiú az? Nagyon képben vagy, persze. Ismered? Igen, összefutottam vele a gym publikba. Figyelj, alapvetően... Na várjál, csak hívnak telefonon. Igen, tessék. Jó napot, csontos fogad? Jó napot, igen. Rendben. Szeretnék kérni egy taxit ide az autós iskolához, hogyha... Az autós iskolához. Rendben. Mindjárt megpróbálom küldeni a sofőrt, jó? Autós iskolához. Rendben. Köszönöm, rendben, vissza. Igen, igen. Rendben, vissza. Na, egy pillanatot kérek, csak telefonálgatok itt közben. Csak nyugodtan. Aha, csak nyugodtan. Csak nem tudok vezetni közben, igaz? De tudok, jó? Emil? Figyelni, komolyan mondom, mert agyfa... Emil, igazgatós, szia. Emil, légy szíves, koncentrálj, a Berinek légy szíves, küld már... Halló, hallasz? Halló, hallak, igen. Jó, a Berinek légy szíves, küld már el, hogy a... szeretnének egy fuvart kérni az autós iskolához. Igen? Igen, küld már el neki, légy szíves, jó? Hogy, ja, hogy szeret, jó, hogy küldöm. Hogy egy fuvar, menjen ki nyugodtan, és akkor mondja a szokás jó. dolgokat. Autós iskola. Jó. Jó, rendben, jó, köszi. Mindjárt nyitom azt, hogy maradjál egy pillanatra, köszi, viszont. Köszi, hello. Ja, Isten, na erről beszéltem, látod? Itt egy jobbos. Hol, itt be? Itt. Ja, igen, itt már voltam, ja, jó. Igen, igen. Aztán dudálj egyet. Aztán csak jön. Megérkeztünk egyébként. De figyelj, valamire dudom most nem működik. Én hallom. Ja, hallottad? Jó, én nem. Akkor az hogy te hallottad, jó. Akkor az, az a maszk az, amit elnyomja a fülem. Szóval, srácok, az van, hogy itt is nyilván van beszart az OBS. Úgyhogy nyilván a legizgalmasabb rész nem lett felvéve. Az a legszarabb az egészben, hogy próbáltam azt, hogy leállítom. Istenre elindítom újra, már el sem akart indulni, de én tök ezzel bepörögtek az események, és kicsit tudtam lépni egy percre sem a játékból, tehát nem is volt lehetőségem rá egyáltalán, hogy az RP-t nem lehet megszakítani. De most az történt, hogy itt viszont nem a leállításra mentem, hanem a szüneteltetésre. És így, hál' Istennek, legalább az eleje megvan, bassza meg a fájnak, már elnézést így beszélek, de marhára idegesít a történet. Most annyit csináltam egyébként, hogy frissítettem már a GPU-nak ugye a szoftverét, vagyis hát a picsomnak hívják ezt mindjárt a szoftverét, és driverjét, remélem ez megoldja, ha nem, akkor még arra gyanakszom, hogy talán a webkamera baszakodhat, mert amúgy szokott villogni is, ez most a Brio, ez egy régebbi, ez egy újabb, mint a mindegy, másik Logitech webkamerát használtam sokáig, most elővettem így a fiókból, és néha jelmegy, aztán visszajön a képe a Brio-nak is. Úgyhogy nagyon kivagyok, gyorsan elmondom, mi van, nem sikerült a csomagszállítás, tehát nem tudtuk felvenni, elindultunk, elkezdtünk menekülni, bementünk a városba, onnan visszajöttünk valahova ide vidékre, ott rajtunk ütöttek a kékek, és hát elkaptak minket. Nekem végül megkímélték az életemet, de megkínoztak, megaláztak, nem kicsit, tehát hogy itt azért voltak olyanok, hogy nem tudom, bimbó vagdosás, meg mellkasomon végighúztak ilyen baseball ütőt, illetve levágták a hajam, tehát legközelebb már rövid hajú leszek, meg kérdezgették ugye, hogy honnan ismerem a Deltát, ki az a csávó mellettem, mit tudok róluk, stb. Én meg ugye mondtam a dolgokat, hogy amúgy semmit nem tudok róluk eltelni, én csak csomagokat szállítok, mert az egész csontos transfer erről szól, meg a Huey-nak a kilétére voltak kíváncsiak, és mivel azért, mert tényleg körülálltak, hogy 20-an megmentsem az életemet, én megmutattam nekik azt a dokumentumot, ami mutatja, hogy helikopter engedélye, illetve helikopter pilóta nálunk. Ugye a hivatalos szerződést, ami van. Azon kívül senkiről nem líkeltem ki semmit, elengedtek végül, elmenekültem, úgyhogy innen folytatjuk legközelebb, és remélem most már problémamentesen, addig meg megpróbálom valahogy diagnosztizálni ezt az egészet, hogy mi lehet itt a gebasz, de már nagyon idegesít. Úgyhogy sajnálom, hogy pont a legizgalmasabb rész maradt ki a videóból, ennyit tudtam megmenteni, de azért köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb már remélem, hogy jobb lesz. Sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á